egy magánkezdeményezésből kiindulva mosolygó jótékonysági sportnapot szerveznek március 14-én Jászszentlászlón. Az eseményre azon futni, illetve kerékpározni szerető személyek jelentkezését várják, akik néhány kilométer megtételével szeretnének hozzájárulni egy nemes célhoz. A sportnapnak az ötlete úgy jött, hogy futok egy jót Kiskunfélegyházától egy 20-30 kilométert. Egy nagyon jó barátnőm, Kádár Kitti, ultramaratonista, nagyon örült ennek az ötletnek, és ő rögtön azt mondta, hogy akkor csatlakozik. Így egy-két barátnőnknek, ismerősünknek elmondtuk ezt az ötletünket, akik rögtön csatlakoztak, hirtelen voltunk 10-20-an, így jött annak az ötlete, hogy akkor tegyünk mögé valami jótékonysági dolgot, valami jótékonysági ötletet. Így nekem rögtön a Jászszentlászló idősek otthona jutott eszembe, és gyakorlatilag ebből kerekedett ki a jelenleg mosolygó jótékonysági sportnapként futó rendezvény. Miről is lesz szó ezen a napon? Hogyan lehet csatlakozni, és mihez csatlakozhatnak azok, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek rajta? Kiskunfélegyházáról fogunk indulni 2015. március 14-én, tehát szombati napon. Reggel 8 óra 39 órától van a gyülekező, illetve a bemelegítés. Onnét Kiskunfélegyházáról a Fitness Plus stúdió elől indulunk. Néhány kilométeres táv van Kiskunfélegyházán belül, amit a rendőrség, illetve a polgárőrség biztosít teljes útvonalon nekünk végig. Onnét pedig Jászszentlászlóra fogunk kifutni, illetve kibiciklizni ki, ahogy szeretne. Jászszentlászlón a Kaiser vendéglő előtt van az első csatlakozási pont, ahova a 190 jászszentlászlói iskolás is odajön, és ott csatlakoznak hozzánk. Ők futnak, bicikliznek, görkoriznak, amit szeretnének, és akkora távon, amekkorát ők bírnak az életkorukhoz mérten. Kaiser előtt 11 óra 15-kor van a csatlakozási idő, 2015. március 14-én, ezt szeretném hangsúlyozni. Onnét 10 perccel később érünk a fókusztakarékhoz, és 11 óra 30-11 óra 45 között találkozunk az általános iskola előtt mindannyian. Az összesen előreláthatólag 300 résztvevő, így a gyerekekkel együtt. Ott egy nyújtást fog Kádár Kitti ultramaratonista csinálni, ami egészen biztos őt ismerve egy nagyon-nagyon jó hangulatú, vidám levezetése lesz a rendezvénynek. Onnét pedig az előreláthatólag 300 fő együtt megyünk át az idősek otthonába, ahol az emléklapokat fogják megkapni a résztvevők, illetve különböző ajándékokat. Azok, akik úgy gondolják, hogy vállalják az egész távnak a futását, hogyan jutnak el a kiindulási pontra, mi erre a lehetőség? Pont ma kell, hogy jelezzük a vasút felé, hogy hányan leszünk, akik, vagy hányan lesznek azok, akik a bicikliüket Kiskunmajsáról, vagy Jászszentlászlóról szeretnék Kiskunfélegyházára bevinni, mert akkor így külön vagont fognak biztosítani a bicikliknek, vagy külön kocsit fognak biztosítani, ez teljesen ingyenes. Csak a menetjegyet kell, ugye, hogy megvegyék Kiskunfélegyházáig. Azt hiszem 3-4-8-kor indul innét Majsáról ez a vonat, 8 órakor Jászszentlászlóról. Ott fel tudnak szállni biciklivel, ott leszállnak a Kiskunfélegyházi vasútállomáson, onnét eltekernek a Fitness Plushoz Kiskunfélegyházán, és onnét együtt fogunk indulni 9 óra 30-kor, egy kis bemelegítés után. Gondolom, hogy biztosítva van az egész útvonal, azok, akik esetleg nem tudják teljesíteni a teljes távot, van-e lehetőségük megszakítani a futást? Így van, hát ha nincs olyan mázliuk, hogy fel tudjanak a futók kéreckedni egy biciklinek a hátsó ülésére, akkor fel tudnak szállni a záróbuszra, mert hogy ilyenünk lesz pontosan azért, mert több futó jelezte, hogy ő 1 kilométert, 2-t, 5-t, 10-t, 12-t fog futni, és nem végig velünk a 22 kilométert, úgyhogy őnekik lehetőség lesz a meleg buszra felszállni. Illetve visszafelé is, hogyha ezt az előregisztrációs lapon előrejelzi valaki, akkor visszafelé is ezen a buszon ingyenesen férőhelyük van. Ezt a buszt szponzor fogja biztosítani. Egy jótékonysági programról van szó. Mi a jótékonyság célja, és hogyan lehet úgymond csatlakozni az adományozáshoz? Többféleképpen lehet az adományozáshoz csatlakozni. Gondoltunk arra, hogy cégek biztosan jó szívvel fogják segíteni az idősek otthonának a lakóit, és pénzzel fogják őket tudni támogatni. Nekik van lehetőségük egy számlaszámra
befizetve pénzt biztosítani, de biztosan vannak olyanok, akik akár egész családdal szeretnének részt venni, és nekik adott esetben ez megterhelő lenne, hogy a pénzt most kiszorítsák a kasszából. Úgyhogy őnekik találtuk ki, hogy a kilométereikkel tudják támogatni a rendezvényt. Tehát meggyőződésünk szerint minden egyes megtett kilométer egy újabb egészséges, boldog évet szimbolizál a Jászszent László idősek otthona lakóinak a javára. Ezeket a kilométereket az előregisztrációs lapon be lehet írni, hogy ki mennyit, ez egy becsületkassa, ki mennyit vállal kilométert, ezeket majd össze fogjuk adni, és bízom benne, hogy ünnepélyes keretek között egy táblára ráírva fogjuk tudni az összkilométert átadni a lakóknak, hogy utána ők nagyon sokat, vagy nagyon sokáig és boldogan, egészségesen tudjanak élni. A felhívásban szerepelt, hogy mindenki kap valamilyen ajándékot. Valójában ez hogyan fog zajlani? Minden olyan résztvevőnek tudunk ajándékot biztosítani a rendezvény végén, aki egy előregisztrációs lapot kitölt. Akár a Facebook oldalunkon. Ennek nem olyan célja van, hogy mi az adatokkal bármit is fogunk kezdeni. Egyszerűen egy emléklapot szeretnénk kiállítani, amire ráírjuk a megtett kilométert is. Ez az emléklap, ez egy névre szóló emléklap, amit mindenki a végén megkap, illetve szponzorok által felajánlott ajándékokat tudunk adni, de csak azoknak, akinek a megjelenésére a regisztrációs lap kitöltésével már előre tudunk számítani. Ennek az előregisztrációs lapnak más célja is van, mégpedig biztonsági, mert azt is kell tudnunk, hogy elég-e az egy busz, amire fel tudnak szállni ugye az emberek, illetve hogy visszavigyék őket Jászszent Lászlóról Kiskunfélegyházára, illetve a rendőrségnek kell, hogy tudják, hogy a rendőrség kell, hogy tudja, hogy hány fővel veszünk részt, hány fő lesz a rendezvényen. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egy teljesen magánkezdeményezésre ennyire megmozdult Kiskunfélegyháza, Jászszent László, és ezáltal, hogy ti nálatok megjelenhet ez a riport, így Kiskunmajsa is be tudott csatlakozni, és bízom benne, hogy többen lesznek Kiskunmajsáról is jelentkezők, 10-12-en már vannak egyébként innét is. Nagyon-nagyon büszke vagyok erre az összefogásra, hogy egy magánkezdeményezésre ilyen nagyon sokan jelentkeztek be, hogy szponzoroktól segítséget kapunk. Nagyon örülök neki, hogy ezzel az idősekre, az idősek otthonára és ezáltal a többi idősre is fel tudjuk hívni a figyelmet, mert én azt gondolom, hogy ők méltán érdemlik meg azt, hogy egy hosszú-hosszú életbe, amit sokan végig küzdöttek, vagy akár boldogan végigéltek, ők megérdemlik azt, hogy most, amikor esetleg fizikailag már nem tudnak úgy részt venni különböző segítségekben, mi akkor is nagyon-nagyon figyeljünk rájuk, mert ők azt gondolom, hogy egészen biztosan megérdemlik. Sok-sok szeretettel várunk minden résztvevőt, minden sportolni vágyót szombaton, 9 órára egy bemelegítésre Kiskunfélegyházán, 9:30-as indulással, akár futva, akár kerékpárral, illetve 11:15-kor van csatlakozási lehetőség Jászszent Lászlón a Kaiser vendéglő előtt, vagy 11:25-kor a Fókusz takarék előtt, szintén Jászszent Lászlón, onnét pedig 11:45-kor találkozunk a Szent Lászlói iskola előtt.